Nagyon lassú az anyagcserém, a szétválasztós diétával sikerült egyszer 8 kg-ot fogyni, de az a hagyományos étkezés után visszajött, pedig a mai napig délelőtt csak lédús gyümölcsöket eszem, egy pohár kávét iszom, és napközben is vigyázok az étkezésemre. Nem szoktam nassolni. Mi lehet a hiba az étkezésemben? Hát ugye itt ebben az esetben megint arra kell figyelni, hogy egyrészt a délelőtt folyamán azért kevés az, hogyha csak folyadékokat veszünk magunkhoz, akkor is, hogyha valakinek túlsúlya van és súly problémával küzd, akkor is nagyon fontos arra figyelni, hogy legyen napi többszöri kis mennyiségű étkezés. Ugye ebbe beletartozik az, hogy reggelizzen, 10 óra izzon, utána ugye ebédel, uzsonázik és vacsorázik, és ezeknél az étkezéseknél mindenképpen azért valamiféle szilárd táplálékot is érdemes magunkhoz venni, mert az energiára szüksége van a szervezetnek. Ráadásul nagyon sok olyan vizsgálat történt, hogyha valaki reggelizik, akkor körülbelül önmagában az, hogy ezt az étkezést tartja, ez olyan 10%-kal tudja növelni az alapanyagcserét, tehát mindenképpen jótékony elhízás esetén is. Ugye ez picit ellentmondásnak hangzik, és a betegek nehezen szokták ezt elfogadni, de én búzítom arra, hogy rendesen reggelizzen. Egyébként is, hogyha éjgyomorra fogyasztja a kávét, és mellé ugye savas gyümölcslemeket, akkor hosszú távon nem biztos, hogy ez a gyomrának jót tesz. Tehát induljon a nap ezzel, és inkább az esti étkezésből kellene egy picit levenni.